Szeretettel köszöntök minden kedves egybegyűjtet, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Mező Katalinnak és Mező Ferencnek azt a kedvességet és törődést, amelyen engem ezen a konferencián vártak. Én még újonc vagyok ebben a konferenciázásban, hogy úgy mondjam, mert hogy 2 hónapja vagyok az Eszterházy Károly Főiskola lelkes neveléstudományi doktorandusza, és amiről beszélni fogok, az magam is tapasztaltam, illetve ennek az intézetnek vagyok neveltje már csecsemőkorom óta, és szeretném felhívni az előadásommal az intézetre és a módszer hatékonyságára a figyelmet, úgyhogy fogadják szeretettel. Pető András az intézet alapítója. Visszautalnék az első előadásra, ahol is a korai fejlesztés és a korai felismerés, prevenció fontosságáról hallhattunk előadást, illetve Katalin említette az élménypedagógiát. Na, Pető András az az ember, akinek a nevelés koncepciójába ez igen hatékonyan megjelenik és benne foglaltatik. Úgyhogy a következő dián a legfontosabb életrajzi adatokat tüntettem fel. 1893. szeptember 11-én született Szombathelyen, majd középiskolai tanulmányai esztével Bécsbe ment orvoslást tanulni, ahol az első jelentős állomás karrierjében az 1928-29 közötti időszak volt. Itt a Volkszanatórium Mayernek volt az orvos igazgatója, itt különböző gyógymódok egyesítésével foglalkozott, mint diéta, aktív életmód kialakítása. Tehát már igen korán megjelenik munkásságában a komplexitásra való törekvés. A következő jelentős állomás karrierjében az 1930-tól 38-ig tartó időszak. Itt a Bécsi Fizikoterápiai Intézet munkatársa volt, és itt olyan gyakorlatokat látott, amelyeket 38-as hazatérése után beleépített, illetve tovább is fejlesztett a konduktív komplex program alapgyakorlatai közé. Ahogy említettem, 38-ban hazatér, és egészen haláláig, 1967-ig a gyógypedagógiai tanárképző főiskola tanszékvezető tanára volt, ami azért volt jelentős, mert ez az intézet adta a munkásságának az elméleti keretét, ugyanis maga a Pető Intézet egy kis pincehelységből nőtte ki magát, a Klotild utcából, és vált Magyarországon, illetve nemzetközileg is elismert módszerré. A konduktív pedagógia alapelvei azt tartotta, hogy senkiről sem szabad lemondani, és ha fokról fokra csak valamivel is előrébb jut, a mozgás, a beszéd, a munka megtanulásában már is sokkal több lesz, mint volt, és igenis lehetséges, újabb és újabb képességek felruházni azt a gyereket, felnőttet, akinek a központi idegrendszere sérült. Ez azért volt forradalmian új gondolat, ugyanis a világháborút megszűen a központi idegrendszer sérültjei a jobb állapotúakat kiképezték cipésznek vagy kertésznek, a legrosszabb állapotúakat elfekvőkben helyezték el, és semmilyen rehabilitációs lehetőség nem biztosítottak számukra. A második idézet pedig magára a terminus eredetére virágít rá. A konduktor ugye azt jelenti angolul, hogy karmester. A feladatok sorának, mint zeneműnek a lejátszója, megvalósítója, a zenekar, mozgásterápiai kezelők és gyerekek együttese, mely egyrészt együttműködik,
Másrészt fontos, hogy ne botfülű zenészekből álljon. A zenészeknek egy bizonyos hallással kell rendelkezniük, hogy a kortát megfelelően tudják lejátszani. Ez azt jelentette, hogy Pető maga köré ültette a neveltjeit, és a gyerekeknek nem csak magukra, hanem kortársaikra is figyelni kellett a mozgás feladatvégzés során. Egyszerre egy ritmusban kellett végezni a gyakorlatokat, illetve arra is figyelmet fordított, hogy ezek a gyakorlatok ezeknek a gyerekeknek valamilyen napi problémájuk megoldását segítsék. Egyébként, ha megengedik, akkor elmesélnék egy személyes történetet. Amikor én ugye a Pető intézetbe jártam, a konduktor néni az gyakran csinálta velünk azt, hogy szerepet cseréltünk, és bizonyos emberkéket kijelölt, hogy most ő lesz a konduktor, és neki kell mutatni a többieknek a feladatokat. Ez azért volt nagyszerű, mert így sokkal motiváltabbak voltunk, hogy még pontosabban, még precízebben csináljuk a feladatokat, és így belekóstolhatunk a konduktori szerepbe is. Egységek az intézetben. Az első központ, a korai fejlesztő központ, ennek a legfontosabb tevékenysége az első vizsgálat elvégzése. Enélkül a vizsgálat nélkül lehetetlenség a Pető intézet gondozásába kerülni. Ezen a vizsgálaton történik a mozgás állapot felmérése, illetve a korábbi életesemény feltárása, valamint a további fejlesztés megbeszélése. A második fontos tevékenysége ennek az egységnek a szülők iskolája, amely segítséget nyújt abban, hogy ezek a szülők megtanulsák, hogy hogyan kell egy mozgássérült gyermekkel naponta úgy foglalkozni, hogy az hatékony legyen, és minél többet kihozzon a gyermekből. Illetve fontos, hogy ezek az otthoni gyakorlatok által szeretnék a szülőket buzdítani arra is, hogy annyira hatékonyan sajátítsák el a konduktív program alapsorait, alapgyakorlatait, hogy ezek a gyerekek később a konduktív csoportokban ugye csoportosan tudják végezni ezeket a gyakorlatokat, tehát ne otthon csak ketten az anyukával, mert az ugye sokkal motiválóbb, amikor ugye kortársak között van az ember, és akkor így egymást is húzzák úgymond a gyerekek. Illetve távlati célja az egységnek, hogy a normál óvodai életre is felkészítse ezeket a gyerekeket. A szülők iskoláján belül egy alcsoport, a mamás bentlakók csoportja, ez pedig a vidéki gyerekeknek és szüleiknek nyújt intenzív foglalkozás keretében rehabilitációs lehetőséget. Itt ugyanúgy megtanítják a szülőknek, hogy az egyénre szabottan mik azok a feladatok, feladatsorok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön az a csecsemő, serdülő, felnőtt akár. A másik egység az intézetben a korai gondozó központ. Ennek a legfontosabb feladatköre az utógondozás lebonyolítása. Az utógondozás az azt jelenti, hogy már nem szükséges naponta intenzíven részt venni foglalkozáson, hanem elég hetente egyszer, kétszer, két-három órás konduktív komplex programban részt venni, illetve ez az intézet kíséri figyelemmel az elbocsátott gondozottak beilleszkedését az iskolába, ugyanis a konduktoroknak egy nagyon jelentős feladata az iskola látogatás, ami keretében megnézik a neveltjeiket,
hogy hogyan viselkednek kortársaik körében, hogyan illeszkedtek be a napi iskolai életbe, illetve tanácsokat adnak az őket oktató pedagógusoknak, hiszen sokszor azt sem tudják a pedagógusok, hogy mi a konkrét gyermek problémája, és hogyan tudnák őt segíteni, hogy a mozgás fejlődésében minél előbbre jusson. A harmadik egysége az intézetnek az a Nemzetközi Konduktív Fejlesztő Intézet. Ez különböző nemzetiségű, speciális nevelés igényű csecsemők, gyerekek, serdülők és fiatal felnőttek intervallum. Ez azt jelenti, hogy rövid 4-6 hetes évente többször ismétlődő rehabilitációjában történik a mozgásfejlődés, fejlesztés, illetve ez az intézet gondoskodik a magyar konduktortanítók esetenként a külföldi hallgatók gyakorlati kiképzéséről is. Vagyis ez azt jelenti, hogy a Pető Intézetben küldenek ki konduktorokat különböző országokba, ahol erre igény van, hogy betanítsák az adott külföldi ország a konduktív komplex programot, illetve megtanítsák a szülőket a legfontosabb konduktív pedagógiai alapelvek elsajátítására. Most pedig a konduktív komplex programból hoztam pár ízelítő képet, még a csoport társaim körében. Az első feladat része a konduktív komplex programnak a fekvő feladatsor. Az első képen a súlyzók váltott karral történő lengetése látható, ami a nagy bázismozgásokat fejleszti. A második képen pedig a gyerekek a talpuk alatt görgetik a labdát. Ez egyrészt a helyes talpratétel elsajátítását segíti, másrészt lazítja a talp izomzatát. Ugye a spasztikus gyerekeknél, mint amilyen jó magam is vagyok, ugye az izomtónus nagyon feszes, és ezek a gyakorlatok nagyon sokat segítenek abban, hogy ez lazuljon. A második feladat része a konduktív komplex programnak az ülő feladat sor. Az első képen a pálcás feladatok közül láthatunk egy ízelítőképet. A pálcás feladatoknak a finom új mozgások fejlesztésében van nagyon fontos szerepe. Ezek segítik, hogy ezek a gyerekek később normál tempóban tudják követni az iskolai jegyzetelést, illetve az írásképük is szépen olvasható és jól formált betűkkel tudjanak írni. A pálcás feladatsorok nem csak a finom új mozgások hangolását hivatottak javítani, hanem a kéz-szem koordinációt, illetve a téri orientációt, ugyanis ezekkel a pálcákkal a tér különböző irányaiban végzünk gyakorlatokat. A második képen pedig a kulcsolás kifordítása és befordítása látható, ami egyrészt ugye a csukló izomzatát szítja, és szintén ugye a fej, a kézfejnek a mozgását javítja, illetve a finom új mozgásokat javítja. A konduktív komplex programban használt fejlesztő eszközök, akkor én most az első képről nem is beszélnék, hanem a fokos székről szeretnék felszólítani. Ez a fokos szék, ez nagyon fontos, ugyanis ennek segítségével tanuljuk a felállást, a guggolást, illetve a maga a járás elsajátítását, illetve a kis széken a helyes ülési pozíció látható, és a zsámoljon azért van megkülönböztetve a lábfej, a zöldre és pirosra, mert ezeknél a gyerekeknél gyakori, hogy keverik az oldalak,
oldalakat, tehát a jobb és az bal oldalukat, és ezt segíti ez a kis színes lábnyom. Végezetül, ahogy említettem, a petőmódszer nem csak Magyarországon, hanem külföldön is bevetővel, és én Svédországból hoztam egy dinamikusan fejlődő példát. Az első Movement Walk 1991-ben jött létre Budapesten, majd 95-ben Nassau-ben tábort szerveztek, és ezen szülők kezdeményezték az intézmény alapítást. 99-ben Stockholmban jött létre egy ilyen intézmény, 2005-ben Göteborgban, és 2008-ban pedig a konduktív neveléssel foglalkozó speciális iskola is megkezdte működését. Köszönöm szépen a figyelmet!